Szóval, üdv újra itt! Az előző videót letöröltem, mert ez a kínódás, ez nem kell senkinek. Nem tudom miért, a játék teljesen szellemképes volt minden mozdulatnál nekem. A streamben nem, de mivel itt nem lehet normálisan játszani, ezért újra kellett indítanom az egész gépet. Nem volt elég a játékot újraindítani. Pedig nem volt semmilyen frissítés, tehát nem írta a Windows, hogy frissítéseket telepítene, vagy bármi ilyesmi. Már tavilyankor szokott problémát okozni, illetve ha valamiért a driver nagyon régi, akkor előfordul. De szerintem az előző játék, vagy program, vagy valamilyen használt a videókártyát, az nem tölt, nem... Hát hogy mondjam? Szóval nem unloadolta magát a videóramból, nem töltődött ki, nem szabadította fel. Na ez az, az a jó szó, nem szabadította fel a videó memóriát. És még ott volt a kártyán, és az Istennek se akart kimászni onnan, úgyhogy ez van. Na de akkor most már tényleg játszunk. És nézzük, hogy be tudjuk-e ma fejezni az Everseas 2-t. Szóval, ha jól tudom, most itt vagyunk, igen. És hol francban vannak a küldetéseim? Aha, minden... A Prescottra kell mennünk mindenáron. Ha... Jó van. Ez mi? Ott vagyok. Ja, ott vagyok, jó van. Ezt a Los Cargos meccsen, hogy bárhol mennénk, ez lesz a bemelegítés a mai napra. Well, that was a lot easier than I anticipated. Ben, how are things at base? All clear. Preparations underway. Good to hear. I have Shaw on our side. Heading to see Kato now. Szóval mondtam, hogy ez könnyebben, mint gondolta. Tehát én sejtettem, hogy pont ez a csávó mondana neki nemet, hát... I've got fantastic news! Ice cream related, or is the coalition going to help? The second thing, not only that, they're even going to send their flagship, a drone carrier! Wow, Alec, you really are a legend. Wasn't that a given? All the pieces are nearly in place. Get ready to rendezvous above Vesna. I still got a call to make. You got it, buddy! Szóval, hogy miért pont ez a GMV-s csávó mondott volna nekik nemet, amikor ugye... Amikor már bányászokat is mentettünk meg neki. Meg egyébként is tudta, hogy tehát mi voltunk olyan normális emberek, hogy mit tudom én, szóval, na mindegy. Értitek. Tehát, ő pont nem az az ember volt, aki nemet mondott volna. Hello. Mi újság magyarba? Magyar honba. És közben Elek is hívott, Elek meg azt mondta, hogy sikerült lebeszélnie a koalícióval, hogy kölcsön adnak egy drón carriert, hogy lesz egy nagyobb hajónk, ami ugye jól fog jönni. Ma az egyetlen nagy hajó, az kiesett a játékból. Hát itt se volt semmi különös amúgy nálunk, majd hál' Istennek csöndes napon volt. Mi az a két? Hát most úgy tűnik, hogy a GMB-t azt összefettük már. A hülye drónja. És Elek meg tudott szerezni a koalíciótól kölcsönvel kisebb toptát egy drónkerrierrel. Csak én itt egyből belefutottam a legszarabb helybe. Úgy látom. Eleve, hogy 8-an lőnek rám. Plusz ez a rohadt mesterlővész drón, az már ki. Jó. Akkor most ezekkel is foglalkozunk, úgyhogy már itt vannak a seggemben.
Hány drón van még? Körülöttem. Most nem hallom egyiknek se a hangja. Aha, ott van még egy. Húzzuk már egy kicsit kijevezettől, mert basszus szarrá lőnek. Kitárcát. Au! Ez az a fajta volt, oké. Folyton felrobban és kidob három aknát, meg egy drónt. Miért is jöttem én ide, bassza meg? Ez egy elég durva bevezető. Rohadt életbe. Na jó, akkor leszállunk valahol szerelni. Ezek után bassza meg. Közben az állomásra. Reklámi mélek közben. Szerintem ezt nem bemelegítő küldetésnek akartam, és ez csak egy szimpla 8-ad rangú mellékküldetés lett volna, de úgy szétkaptak, mint a szart. Nincsen több drónom. Mi az, hogy nincsen drón? És értem amúgy, hogy ez a fegyver miért kék lecseréltük. Néz ki. Miért nem fejlesztettem fel pirosra? Tudja a halál. Na jó, ez útba esik, ezt megnézem. A faszt esik útba, pont elhúztunk a célpont mellett. Egy 3-4 fény másodperccel messzebb volt, mint ahol menni akartam. There appears to be a cloaked container in this area. I have no clear reading, but will approximate its location. Thanks, Sarg. Ez jól ideugrott. Megint egy rohadt mesterlövész drón. A fasz történt ennyi. Azt mondom, hogy emelkedett a szintjük legutóbb, de azóta, hogy már öltem itt. I have taken the liberty of adding the approximate location of a hidden container to your hut. All right, let's see if we can find it. Ha basszátok meg. Miből van ez? Hol van az a rohadt konténer? Hogy nem van még egy. Közben, hogy már hallom is. Látjuk is. Láthatatlan konténer, simán látszik.
Ha nem áll, hogy csak ilyen szar gagyiságok vannak benne, hát ezért jöttem meg, ezért kínlódok én itt. Most jön rám én! Ja, ne beszélj, ne is próbálj! Reward for your endeavors. Még az az elek is, amennyit lő, hallod? Többen lőnek rá, mint amennyit ő lő. Hát robbaj már! Szerelni az. Várjál, nincs valami bányászható tudsz. Nem tudom, hogy mennyi fejlesztésre lesz még lehetőség a játék vége előtt. Meg kíváncsi, ezek katóik adnak-e valamit. Mennyire vagyunk velük jóba. Pont az a poén, hogy azt a zöldet azt azért kellett volna megcsinálni. Mert az katóiknak az egyik küldetése. Tehát nekünk még tartozunk két küldetéssel ahhoz, hogy nem tudom mi legyen. De hát beugrottam és úgy elseggeltek, mint annak a rendje. Nem oda megyünk. Ez mi? Flying Duchess. Hát nincs is más dokkolóhely, csak Flying Duchess. Hú, na nem tudom, hogy lehet-e majd dolgozni. Javítani lehet, vagy nem. Vagy szerelni szerintem lehet nála. És hajót is árul a Flying Dutchies. Mióta? És ilyen böhömöket. Scattergun. Medium nanobot. Scatter, ezek nem kellenek. Mert fontos, hogy mondjam, ez nincs már annyi. A Star Charge Conduit nincs. 600-al növeli az armor, de kevesebb a repair. Szóval jó kifutottam az évből, azt craftolni kéne. Ez a medium nanorobotot kéne. Hol a franc vannak a nanobotok? Persze, itt van. Tudok, ja, tudok, és ez egy egész adagot csinál. Tehát van small nanobotunk, de én nem is tudom, hogy... Nem tudom eladni. Szerintem ezeket a medium vagy small nanobotokat már nem kéne használni, mert annyira semmire se jók. És elhasználom a Supra Gear-t, ami kéne valakinek a perkhez. Nagyon jó, nagyon jó.
Hát nem tudom, ezek közül fogom még valami kigyűlni valaha. Szóval most hát inkább medium meg large-ot kéne használni, nem ezeket a kis szarszvonalokat. Na, térkép, akkor... nem tudom. A GMB DOS kargója. Ez GMB. Akkor franc csinálja meg. Menjünk innen. Jump Gate-hez kell mennünk. Nem mondtam még itt a csatornán, de... Mivel megvettem a játékot, ezért úgyis az lesz, úgyhogy ezt befejeztük. Akkor elkezdem a Hogwarts Legacy-t. És ha jól emlékszem, van is hozzá Twitch Drop. Hát remélem még meg lesz a Twitch Drop, mire ennek vége a játéknak. De ha lesz Twitch Drop, akkor biztos, hogy engedélyezem. Ennyi. Nem ugrunk be omlón szignálban, mert úgy szépelnek, mint a szart. Hát ez annak lesz nice, aki játszik a játékkal és úgy néz, és most tudom, mit lehet kapni. In-game. Tabletemben nézem, azért nem akarom elnyomni. Tudom nyitni újabb. Tudom nyitni új tabon. És nem jóra mentem persze. Igen, van Twitch Drop, és ilyen fashion itemek vannak a Twitch Drop-ba is, ugyanaz, mint ami a előrendeléshez is volt. Lehet van szemüvegkesztyű, outfit, scarf, robe, van itt minden. Mindegyikhez 30 perc nézés kell, megtekintés kell. Tehát 30 percig kell csak nézni a csatornát. Hogy szenvedek. Hát, ha bevonz egy pár embert, nem tudom. Meglább én is megkapom, az a legjobb az egészben. Hogy nem tudom, hogy ez alap vagy nem alap. Na álljunk, most figyeljünk egy kicsit. This quest site nem érdekel. Akkor itt van még katónak? Na, hol van? Na, ki mission. My lost cargo. Ja, akkor megszereztük. Tehát megszereztük, amit kellett katóiknak, csak vissza kell menni. Oké. Akkor én Presco Starbase-re, ha... Hagytam, melyik gombbal kell indítani az ugrást. Szóval nem tudom, hogy ez direkt van így vagy nem, de én szoktam ugye, megy a tableten a stream, és hogy én vagyok belépve, és úgy nézem a saját streamemet, ezért én is megkapom a droppokat. Nem tudom, hogy ez direkt van, vagy véletlen így is működik, tehát bármilyen néző megkap, és ha én nézem a stream management felületen, akkor is megkapom. Ugye ez így van meg kitalálva, vagy az egy loophole. Peace-t adott. Ezt a két kis szarhajót nem tudta kilőni. És mi a faszért segítek én még mindig a GMB-nek? Kezdjük már azon inkább. Tehát most lesz velük a nagy csatánk, most fogjuk szarrá verni őket, de azért segítsünk már nekik. Ez mi ez a zöld? Ja, az a szitóba vissza, oké, az nem. Az sem. Drake passage, miért kell a Drake rendszerbe mennem? Ez mi van? Ezek már azt a térképet. Ja, oké, tudom. Jelöljük be ezt a küldetést, és akkor nem fogja mutatni őket.
Prescott állomáson most háromféle küldetésünk is van. Nézzük meg, és az olyan rohadt messze van ez a Prescott, van 200 valahány fény másodperc. Egy drón. Egyébként nem hiszem, van még hajóval. Ugye volt olyan. Van egy hajón, van olyan felszerelés, hogy autókipágyú. Automatán céloz és lő. Tehát van még nagyobb ikon. Ugye ez a nem célra költős rakétákkal lő amúgy. Épp, hogy nem kapta el az aszteroidát a rakétám. Ennyien voltak. Van valami nagyobb aszteroid, amin lehet bányászni. Ez csak nagynak látszik, meg kurva közel van. Nem, sehol sem jó van, akkor húzunk. Ugye amúgy azzal is akartam már egy jó ideje játszani, mert be volt téve kívánság listán. Vártam hát, ha megy lejjebb az ára, Hogwarts Legacy-nek. De ugyan mindig, úristen, 59 dollár, euró, akármi. De... sikerült megvásárolnom, ja az is érdekes, hogyha sikerült megvásárolni a játékot 26%-kal leértékelve, és sikerült másfél fontért megvásárolni a előrendelési ajándékot is. Tehát nem tudom, mi értelme van így az előrendelési ajándékoknak. I doubt you would be able to bargain with Jézusom, mennyi küldetés van ott bal oldalt. Ez mondja Adam, hogy Kato nem biztos, hogy egyszerűen be fogja adni a derekát, hogy lehet, hogy rá kell venni valami trükkös módszerre, hogy azt higgye, hogy neki is lesz ebből előnye. De össze le kéne adni a másik két küldetésünket, nem tudom, hogy van-e lehetőség rá. We need to get you a VIP pass or a frequent flyer card or something. De humorizál a Daryl. Azt mondja, adni kéne most már nekem valami VIP belépőt, ma megint itt vagyok. És mondta, hogy a lehet rosszabbkor jövök. This thing with the access codes and the Zarkov database me and Clockwork have been working on is all part of a bigger plan. És hogy amit csináltunk neki ez a Zarkovba, az egy nagyobb terv része, és most jön a következő lépés. Well, we took a long, hard look at the shipment details we got from Zarkov Border Control, and some real interesting flight plans came up. There's one shipment which is, shall we say, particularly juicy. Van egy kimondott hajó, ami nagyon jól megvan pakolva. Particularly juicy. Nagyon-nagyon jó. Particularly juicy. Okay. So what is it? Let me guess. Fruit. Hey, smart guy. Ja, hogy a... áj, Isten, azt mondta, hogy juicy, ugye az a... angolul két dolgot is jelentett, hogy nagyon... jó. Tehát, hogy nagyon megéri megszerezni, vagy hogy leves valami. És leves, mert gyümölcsöket szállít. És azt akarja persze, hogy szerezzen meg neki a szállítmányt. Csak megyek, meg jövök. Listen, Daryl, I'm willing to be involved in your scheme if you just came out straight with me. Give me the lowdown. What's this all about? És azt mondja, de hogy hajlandó megcsinálni, de akkor mondja, hogy az Isten faszt akarnak ezzel elérni. I don't know what you're talking about. So, come on. Are you in? Meg akarja fektetni Tamit, és azért csinálja a Clockwork-öt, hogy mi?
Kivel akar összejönni ez a hülye derél? És itt volt vége annak a párbeszédnek, itt meg a... Ez meg a másik, hogy megcsináltuk ugye neki a két küldetést. No, I can't say that I have. Actually, I've got bigger fish to fry right now. Guppy halakat eszik a csávó, mi van? Szerintem nagyon finom. De mondta, hogy nekünk nagyobb halra fája fogunk, és Oscar Blakemore az, aki a GMB vezetője. That would be an understatement. But why present hypotheticals? És kérdeztem, hogy mi van, hogyha hát azt feltételezi, hogy az Oscar Blake rosszat tesz neki az üzletének, és Staccato-nak, és kérdezték hát, hogy mi a felszért beszél feltételes módba, hát ez köztudott dolog. És most azt tetetjük be neki, hogy Blakemore uralni akarja ezt a DMZ szektort, és senkit nem fog engedni normálisan kereskedni, és akkor az ő üzletének vége. És persze Mr. Cut egyből ellenzi, hogy a tűjét nem fog engedni. És hogy nincs oka, hogy kételkedjen bennünk. De ő nem csak a pozíció, hogy az egész GMB-vel szembe szálljon. Mondja Adam, hogy ő most egy szövetséget próbál összeszedni a GMB ellen. És szükségünk van tűzerőre. És azt mondja Mr. Cato, hogy wow, nem gondoltam volna, hogy ennyire elszánt vagyok. Erre elszálltam, és amikor először bejött a irodába, azt hittem, hogy ő csak a senki. Semmi elképzeléssel. És mondta Adamnek, hogy ne sokat gondolkozzon rajta, mert lehet, hogyha... Ha elszalasztja, nem biztos, hogy lesz még egy ilyen lehetőség, és hogy nem sokat fog élni a neve. Manual saving recommended. Azt mondja, hogy hát ez igen erősen úgy néz ki, hogy ez az endgame. Ez lesz a végső nagy összecsapás, mert a játék is azt mondja, hogy erősen ajánlott, hogy csináljunk egy játékmentést, mielőtt Vesna bánya felé indulunk. Mert ott már onnan nem lesz visszatérés sehova. Na nézzük akkor mit kaptunk, milyen mackokat. Nem foglalkozok upgrade-eléssel. Ez miért ennyire szar? Ezt úgy se cserélemre. A szenzor, hát nem érdekel. Még ebből egyet jó lenne összeszedni, de nem... Ha lett volna még egy. De hova lett, amit az a hülye... Izé adott. Ez lenne. Ja, igen, ez az a küldetés. Ezt még megcsináljuk. Mert a fő küldetés azt mondja, hogy 26-os szintű. Tehát jó lenne legalább 25-ös szintet elérni, mire mielőtt azt elkezdem, hogy Isten neki. Úgy, hogy még az is hát, hogy veszek fel valami munkát nekik. Még két ilyen item retrievált. Vagy a hitmenest, az is jó. Ezt nem akarom, legyen a destroy base is. Ezt nem akarom felvenni, mert ez a... Ilyen... Törékeny árut kell szállítani, ami nem nagyon áll közel a szívemhez jelenleg. Adam, I am trying my best to not take personal offense that you have not yet approached me to join your alliance. Oh! You already know about everything, I presume? I know more than I am comfortable with. I cannot sit idly by. A hacker is felhívott minket, hogy
Meg van sértődve, hogy még őt nem kerestem meg, hogy csatlakozzon. Mert tisztában van vele, hogy mit csinálunk, és tisztában van mindennel. Ugye ő lehallgat minden adást. És hogy ő az egyetlen szabad polgára be övnek, úgyhogy neki is ez érdekében áll, hogy megállítsuk a GMB-t. És ez meg Clockwork a új küldetésen. Na jó, ezek meg összejönnek, Daryl meg. Nehogy van még. Ja, azért. Szóval most mondja, hogy mindenki kezdjen össze szeddelőcködni. És találkozunk a Vesna bányász. A Vesna bányák fölött. Megnézem, hogy van-e valami jó hajó. Az, hogy pénzem nincs rámi. Ship dealer, aha, mint szar, úgy nincs pénzünk. A Banshee-re lenne. Tehát amiknél zöld a kis ikon, azt meg tudom venni. Van egy ilyen Thunderboltos Sentinel, de ez... De ez Thunderbolt, ez nem ugyanaz, mint a vízi. De ez is mennyivel kesebb mindenbe. Illetve van egy ilyen, mi ez? Harbinger. A4-es. Fatebringer. Ezt a Predatort azért elfogadna. Ez jól néz ki, ennek jó a szárny rész. Ez nagyon jól néz ki, de ennyi pénzem nincs. Raptor, szerintem ilyenünk volt. Pff, ilyet nem veszünk. Banshee. Hornet, ez tetszik, de nem ilyen be, hanem puszosba kéne. Mindezért. Felézsünk már visszafelé. Most az lesz, hogy végig fogok menni minden egyes szín. Megnézzük, hogy hol van ez a küldetés, ez a kék. Aha, ott. Hát... Itt ezen a két helyen van, még lehet hajót venni. De hogy bejelöljük, hogy oda akarunk menni. És megpróbálunk oda. Oké. Most tudom, hol van az a Vespa mining izé, az hol van? Na, hogy a közelébe menjünk. Hol a sárga? Ja, oké, tudom mi az. Az egy Hornet jó lenne. Szitó, biztos, hogy nem megyünk már vissza. Ha most minden ilyen unknown szignálba meg segélyhívásba bele fogok urlani, meg kell a XP. A resource-okkal nem biztos, hogy fog bármit kezdeni még. Azt mondja, hogy akkor kénytelen leszünk bányászni. De nem csak bányász, mi ez a sok konténer? Arról nem volt szó. Hogy szar magok, meg ilyenek. Ó, ez.
sea. Szóval van egy kis millió bányászható anyag. Az a baj, nem tudom, hogy van-e olyan perk, amihez csak ilyen bányászható anyag kell, és nem más. Vagy ha kibányászom a megfelelő anyagot, akkor tudok egy általani, amit kellnek hozzá. Mert ha nincsen, akkor ennek túl sok értelme nincs, hogy én itt neki állok bányászni. Így a végjáték előtt. Hol van ez a konténer? Na ez például, az a cooling unit, az kell valakinek perkhez. Abidan. Abidos. Hova lett? Jó. Létután. Bár már elkezdtem befogni, megvárhattam volna, amíg oda jönnek és lelőni őket, hogy szerezzek még több XP-t. Hát kíváncsi leszek erre a nagy összecsapásra. Az biztos, hogy nekünk kell nyerni. Ma ha nem nyerünk, akkor vége a világnak. Akkor jön a második okkár háború. Az lenne amúgy a vicc, beállnának mellénk az okkárok is. Nem sok esélyt látok rá, mert ők ugye azt a tekőben nem avatkoznak bele. Na, mit csinálsz még? Ugorjál, azt hagyd ott azt a két cuccot, nem? De én is így gondoltam. Olyan low-level cuccokat kapunk, hogy az már valami hihetetlen, de ahelyett, hogy szétszedem, el kéne őket adni, hogy minél több pénzt kapjak. Nem látom, hol lett a... Ja, ott van az orrom előtt a célpontunk. Szóval, hogy szétszedem a cuccokat alkatrészre, inkább el kéne adni. Hogy legyen elég pénzem hajóra. És az a baj, hogyha tele lesz a raktér, akkor ugye elkezdi Hive. Berakja őket drónokba és visszaküldi a bázisunkra. Nem kéne ezeket leszedni előbb? Mi a fasz lesz itt a küldetés?
tárvázosat játszunk ezzel a pajzsral, mert visszaveri a lövéseket. Hol voltak azok a... Azt is amúgy ma tudtam meg, az angol csatornámon a részével játszott Star Wars Jedi Fallen Order. És... a AI-ja generáltattam ugye leírást. És abból tudtam meg, hogy ez az epizód 3 és az epizód 4 közt játszódik. Tehát azt gondoltam, hogy ugye epizód 3 után vagyunk valahol, mert már erősen üldözik a Jediket, meg elkezdték őket kivégezni, mert stb. De azt nem tudom, hogy ez ennyire... Tehát ezt a... TikTok. What is it to you? Just making small talk. Not like anyone's gonna intercept us out here. Tehát azt mondom, hogy most ezt a teherhajót rámoljuk ki, és Cocker csinálja a lényegi munkát. Ja, az csak úgy megjelent, mi? That's the freighter. Code's to crack. Well, scrap. I just set off the alarm. You... what? Ma megint! Ez a liba, ez mindig beriaszt mindenkit, meg mindenkit. Several fighters incoming. You chose the wrong cargo, and now you will die. I suppose I'll deal with these guys, yeah? Hát gondoltam, hogy nem lesz az ennyi. Az ilyen könnyen nem úszunk meg. Ahol persze ezéjük is van, nagyon jó, ez meg rakétákat lő. Méghozzá, hogy láttam Webber rakétát. Hey, Clockwork, how long is this gonna take? These guys aren't getting any easier. And complaining ain't gonna speed anything up. És nekik is van rakétbehállítójuk, bassza. És már kifogyott a pajzsom, nagyon jó. Na jó, bazd meg, azt utoljára hagyom, mert ezek között szétszednek. Hát annyira nem, de... Ha-ha-ha-ha! Na jó, igaza van! Adamnek kezd igaza lenni sajnos, és igen, attól félek, hogy én nem fogok tudni élve. Már simán armorba lőttek. Háj, első rakét, amit nem szedtek le ezek a hülyék. Tehát az én rakétájártól már leállt a francba, azt hittem. Na jó, most már akkor elfogyott a rakétáhárító, oké. Szevasz. Most lőjél, most lőjél. Visszapattan rá a golyó, mint annak a rendje. Content should not concern you. You'll be paid for your services.
Biztos, hogy nem angol volt benne. Yeah, well, I hear the service bots on Prescott lend a good ear for the right price. See you around, cowboy. Biztos, hogy nem angol volt. Kizártnak tartom. Lőjük le a francba a picsát. Mennyi hely van még a hajón? Itt is van még scrap metal. Meg valami... mi szély van itt? Power Core Socket. Aha. És honnan a frászba szerezek neked Power Core-t? Te egy generátor. Battery meg egy bulletproof konténer. Hát nem tudom, lehet, hogy... ja, mi van egy sor, jó van, de... amilyen értéktelenebb, mint ezek. Tehát nem zöld, vagy piros, vagy kék, azokat így szedjük. Azokat lebontom alkatrésznek. Ezek biztos jó értékesek lesznek, mert még én sem tudom használni. Basz meg, micsoda! EMP, amik azt mondja, hogy EMP-t lőnek. Ezt is szétszedem, nem kell. Kaptunk két új blueprintet. Persze egyiket se tudjuk csinálni. Na és a batterit azt nem oda kell. Azt nem a generátorhoz kell vinni. És hogy? Szaket, vagy ez ugyanaz, mint amit a levélben. Energy Sphere Socket. Tűzi játék, papu, nézd! Mit őreztek ennyire, hogy körbaknázták? Na semmit. Nem tudom, hogy ez egy random location volt?
Energy sphere socket. What was energy sphere dispenser? That's not chemistry. Szóval elméletileg ez a küldetés, ez ennyi volt. Aminek igazából nem örülök, mert... nem sok XP-t kaptunk. Szóval itt vagyunk most. És itt van egy ilyen katónak az egyik küldetése, ott meg a másik. Jó. Akkor ezt azokat csináljuk meg. És talán visszatérünk majd Prescott állomásra. És reméljük, hogy lesz elég XP-nk, hogy szintet lépjünk. Nem akkor 24. szinten elkezdeni egy végső küldetést, ami 26-os szintű. Az nagyon-nagyon szenvedés lesz. Nem érdekelnek a resource-ok, hajót kell lőnök. Hajóért kapok XP-t, a resource-ét nem. Ah, fél, hogy ez elég. Plastiki turret. Kipelet kint az, a fuck. Scrap metal az jöhet. Köszönjük, nem. Az jöhet, hogy jöhet ki implant, smalams, az nem kell. Van bányászható cumul van. Milyen asztalaida? Miért van ennyi hulladék meg fénykira kiülve a... ilyen kristály, olyan kristály... milyen lények szarták ide? Asztalaida, lehet az egész asztalaida egy nagy kaki. Nekünk az a úgy jó erőforrás. Mint a valóságban halott dinoszauruszok és egyéb lényekből az olaj.
Ajajajajaj. Még ott vannak ellenfelek. Szép kérdés. Még nem megyünk sehova. Semmit. Na akkor most mehetünk, felvettünk mindent, ami értékesnek mondható. Hát én nem látom, hogy túl sokat mozdult volna az az XP-csík. Csába. Az lesz, hogy egész stream alatt mellékküldetéseket fogok nyomni, hogy jövő hét kedden, amikor eljutunk oda, hogy újra streamelek, akkor be tudjam fejezni a nagy csatát. Melyik az Armor Drone? Az vagy az? Gáz. Fussa alap szélelve. Ezt a szándékon mindenkit kinyírja. Azt kell, az nem kell. Destroy base, na hát ezzel kapunk egy kis XP-t. Olyan a szikla túloldalán vannak, vagy el oldalán? Bele kell lehetne a rohadt korrózióba. Meg az enemy. Looks like I've got company. Tartson ki a pajzs, amíg megöl anyával. Hello, Marianne? I'm listening, Mr. Roslin.
I got that job done for you guys. That is very good. Thank you. Beam laser. Ja, beam laser, nem olyan, mint az enyém. Oké. Okay. Mindegy, jó lesz tudsznak eladni. Oké, okay, szóval ez a küldetés az megvan. És ezért kaptunk XP-t. Áj, nem össze-vissza nyomok már mindent. Ezek Lenovo-t adnak, csak nem adnak XP-t. De miért nem? Na, van olyan, amelyik... Ez mind akár itt Nebulába. Nagyon jó. Még négy helyen van az inventorimban. Mi az a zöld? Ja, azt kell nekünk. Oké, okay, akkor mehetünk oda. Mennyire volt? 700 lightsek! Svicces? Ez közelebb van. A rippet meg olyan helyen lehet megcsinálni, ahol is soha az életemben is járt. Nem tudom, most próbáljak meg beleugrani a izébe. A nagy csatában úgy, hogy két szinten lejjebb vagyok. Hát lehet az lesz az utolsó, még itt a stream végén megpróbálom. I could use some help. My ship needs repairing. Let's take a look. Anyátok, mivel lőttök? Hagyj tudja már ennek a szerencsétlennek, ami kell neki. Anyway, I can thank you. Just pass it on. Maybe we can make the DMZ a better place. Százol nem kell, solar panel. Aj, azt se kellett volna amúgy, de... Ha van belőle, akkor úgyis összedobja. Ja, van belőle már. A fények jól meg vannak ebben a játékban csinálva, pedig nem ma a játék. Tizenhetes? Ja nem, ja nem. Ja, az a kettő, igen, ez új. De... Nézd meg ezt az Undiscovered site-ot előbb. Kíváncsiak, mi van itt. Mi nem jártunk a játék során egyszerűen sem. Szóval én mindig összekeveredett, tehát az első rész volt, ami régebbi, itt annak is jó volt amúgy a grafika. De ennek azt meg pláne. Na itt egy ős, izé.
Szevasz. Hajd drón a seggembe, ezt hallom. Hol a drón? És melyik fogod be? Meg kilövi a kurva rakétákat. Aha, de. Oké, hogy ez nem olyan. Yeah. Szakert, az is szakert. És honnan szerint power? Gyerünk, szkenner! Indulj be! Meddig kell állni a részőt, vagy 6 másodperc? Jó, menjünk inkább, nézzük meg a ős objektumot. Azért hozva esik, akkor bányászunk is. Csak olyan jól néznek amúgy. Egy esős objektum, csak egy rohadt bázis. Na mi van itt? Innen kell vinni, azt nem mond. Itt lesz az Energy Sphere Dispenser. Kiadja nekünk a pizét, energiagolyót, amit vinni kell. Ott lehet, nem?
Tak az ennyi. Meg konténer a szevasz. Tudjátok mit? Azt a két hajót kinyírom. Aztán halljuk. Menjünk az állomásra, leadjuk, ott láttam, lehet szállni. Meg milyen küldetés van itt? Szerintem Hitman, valakit meg kell ölnünk. Menjünk, majd be kell szkennelni a hajókat, hogy melyik, amit meg kell öljünk. Gondoltam. Biztos nem ez lesz az, mert ez egyedül van. That's the target. Elsőre! Mr. Kato has asked me to extend his thanks. Things won't get any easier with the Okar on my tail. Komolyan, Okárok. Keep it up. Na, jó sok XP-t kapok érte. Annyira nem durvák most így az okkárok már, hogy... Oh, suppressor drone. Ugrászavaró drone volt. They really should be more careful with the Okar around. Yeah. Stay out of sight. The Okar might forget about me. Maybe they jump suppressor.
Jaj! Pedig le kellett volna szállni amúgy szerelni, meg pénzt keresni, de már mindegy. Erre nem számítottam, de pedig múltkor is így volt, hogy igen, amikor bementem. Tehát valakit meg kellett ölnöm, akkor ugye azért az okkárok azok erősen ránk ugrottak, és nem hagyta a békén. És akkor látszik, hogy hova nem tudok menni. Öcsém, nagyon jó. Végében mindenhova, ahol állomás van, nem tehetem be a lábam, mert szarrá lőnek az okkárok. I just missed a shuffle now, there's an enemy base. I need to do something about it. Hol lát ez a nemi bázist? Adam, kancsi vagy. Két drón volt. Szakkumpak. Hol láttak ezek a nemi bázist? Szóval, hogy enemi bázis van itt, és hogy jobb lenne leszámolni vele, nehogy valaki nem baja legyen. Adam, hol? A faszt látott, amit én nem. Bázis, ez csak egy hajó roncs. Aha. Az lenne az. Igen. Amit elkezd lőni rá, meg fogom látni, hogy hol van. Egyből irányt változtatott, ahogy elkezdtem gépágyúval lőni. Looping, looping, credit, az is kell. Sötét anyag. Mehetünk tovább, akárhova is megyünk. Legalább 25-ös szintig fel kéne jutni valahogy.
nostra vita sta scemmi. No, distress qua. És közelebb van, mint a célpontunk, a végcélünk. Mi a foly? Véletlen meglőttem a GMV-t. És piros lett. Az mindig jó jel, nem? De én nem arra céloztam esküszöm. De ezek után ez egy jó vicces lesz. Ráadásul elszét fogja baszni a GMB hajókat is. De ezt lehet, hát eddig is volt, hogy véletlen eltaláltam, hát... Most miért kellett... beakrózni őket, nem véletlen. Sosem fogok kapni érte XP-t, mert semmit, mert beagróztam őket is. Lőjem le őket. Most így nem köszönik meg, amit csináltam. Hát ez... ez kiábrándító. Hogy néz ki a térkép? Még mindig piros? Nem, már nem piros, már le tudunk szállni. Hát ott van messze van. Na jó van, szerintem még ezt megcsinálom. Talán visszamegy Prescott bázisra. És nekifutunk, megpróbálunk megcsinálni. Now let's see which ship has what we came for. Ez van a legmesszebb.
Mondtam én. Ouch. Hogy a faszok került az 4 kilométerre van meg? Na, de csak kapunk érte XP-t. Mert most megint nőtt valamennyit a csík. Ezt a kettőt felveszünk, mert egyik kék, másik zöld. És van annyi helyünk még. De utána tényleg akkor most beugrunk Prestonra. Majd nézzük, hogy meg tudjuk övenni a hajót. Azt hiszem, hogy ez a zöld lesz. Igen, ez Prescott Starbase. És aztán nincs ott a piros pajzs, hogy nem utálnak a... Kaptunk olyan cuccot, ami eddig még nem volt nálunk. Hallod? Az már olyan hihetetlennek tűnik. De nem sok hiányzik a 25-ös szinthez. És van is nálam olyan fegyver, mondjuk ez nem. Meg a railgun se. Gauss ágyú lenne talán. Viszont megnézzük, hogy tudunk-e egy... Egy Gauss ágyút kéne csinálni, craftolni, hogy nagyobb legyen a szintje. Ezt elnézzük még, hogy van olyan felszerelésünk, ami nagyon alacsony szintű. Leginkább, hát az a baj, pajzs, azt nem fogom lecserélni, mert az... Az legendary. Azt nem cseréljük. Hogy örülhetnek ezek a kis trónok, meg mit tudom, mik ilyen repülőkocsik, amik itt mászkálnak. Én bezúgok így nem tudom hány százezer méter per szekkel. Bolygók közé utazó sebességé bezúgok közé. Adam! There you are! Come on in, dear boy! Actually, I was hoping to see Daryl this time. He has some answering to do. Daryl is indisposed at the moment. Daryl-el akartunk beszélni, de nem elérhető. You need some kind of explanation for the missions he's been sending. És azt mondja, hogy egérti, hogy kell valami magyarázat ezekre a küldetésekre. Went through all that for fruit. We've known each other a while now, Adam. You're like family to me. Azt mondja, a kettő elég régóta is már olyan, mint a család lennék, úgyhogy itt azért megünnepeljünk. A toast.
to Daryl and Clockwork. Túlsztott mondani és Clockworkra. Tehát azért kellett ez a sok küldetés, hogy Daryl meg Clockwork tudjanak egymással beszélni és összejöjjenek. I knew there was something going on. The raid we did on the shipment. I've been hard on Daryl. I've been trying to raise him right and help him find his own way. Szóval Daryl amilyen köcsögnek és idiótának tűnik, csak látszívű és belelúgott a csajba. I told him I'd only consent to him taking a wife if he paid the nuptials himself. Tehát azt mondta Kato, hogy csak akkor engedi, hogy megházasodjon, hogy eléget fizet neki. Úgyhogy azért. Risked my life three times for plushies. Hey, not just any plushies, highly valuable. Plüssállatokat raboltak, micsoda. Clockwork brought the shipment onto the station. They sold it. Daryl popped the question and they got hitched in the casino. Tehát olyan plüssállatokat árultak, ami valami űroperának a figurái, és erre jó pénzért el tudták adni, és egyből lett annyi pénzük, hogy összesültek házasodni. Szóval, ja, mehettek Nászútra az emeletre. Marianne will see you out. Don't forget to check in with her for jobs every now and then. Oh, wait, I have something for you. És ő is mond, ő is ad nekem valami ajándékot. You'll find it outside. Esküvő ajándékként, azt mondja, odakint találom. Na mi lesz? Mit kapunk tőlük? Aj, nem! De mondjuk tök mindegy. Mit kaptunk? Nem mondod, hogy És ezzel képes kiszúrni a szemet ez a köcsök, hogy tehetek egy 8-as labdát a hajómra, mint festék? Úgy logó, ennyi? Na nézzük a hajókat. Szóval eladunk minden szemetet. Új, bazd meg. És egy szarflek. 6000-et adnak érte, eladjam. Kérdés nélkül. Beam laser nem kell. Az marad. Ezek biztos, hogy nem kellenek. És akkor nézzük, milyen fegyverek vannak még. Railgun nem. Duster nem. Flak nem. Coil gun nem. Két EMP rakéta sem. Feltöltjük a hajókat, és nézzük, vannak új. Aj, ezt miért nem? Szóval ezeket tudom megvenni. Az a pont, szerintem Hawk nekünk van. Nem, egy Raptorunk van, mert egy Thunderbolt, oké. Akkor Hawkunk nincs. Nem ez is szó van. Dominátor. Ezt szívesen megvenni, de közel sincs annyi pénzem, hogy megvegyem. Az a Void Swarm-mal kiáncsenék itt tud. De ez a Hawk az egyetlen, amit meg tudunk venni, de... Hát, hogy a másik játékomban volt ilyen hajó, de nem ilyen szintű, tehát ez 2 pluszos. Tehát minden... nem rossz. Szóval minden több. És ennek 3 fegyvere, erről elsőleges fegyvere van, tehát csak egy... Egy rakétát nem tudunk felrakni, ami most fenn van. De minden másban meg jobb. Vegyük meg, azt mondom. Megvesszük és a jelenlegét át a bázisra. Csodás. És akkor ezt most fel...
kíváncsian nézzük, hogy milyen orr meg farok résztünk rárakni, melyikkel néz ki jól. Well, I've treated myself. This is what it's all about. I should hope that this acquisition had more purpose than mere gratification. Ezt fogjuk editálni. Van többféle szány hozzá. Hawk 1, Hawk 2. Hát ha már ez a kettes, hagyjuk meg a kettest. És van még rövid orra. Na még ezzel néz is ki. Mondjuk. Hát mi nem láttam. Na, ilyen lesz. Színén állítunk. Nem tetszik. Vannak új színeink megint. Sárga. Ezt is beglosszosítjuk. Window tint. Ebből csak ez a két szín létezik továbbra is. Hát, mivel nincs rajta kurva sok fény. Ezt átállítom narancssárgára, de azt nem is látom, hogy mi világít rajta kéken, talán az a pöttyöt szenvede annyi. Csak a dikóból rakjuk fel a ruhat 8-as golyót. Ott van a motoron, de alig látszik, úgy csillog. Meg a szárnyon is rajta van. Csodálatos, ezzel fogunk tovább menni. Nézzük az inventoriban, mit rakott, tehát... Kinek hagyta a kétféle rakétánkat, és a cruise missile-t bedobta a raktérbe, illetve ezek mik? Pulse laser, railgun... Megy energiakor. Ez az egy, amit használnék. Ez kurva jól néz ki. Jobb, mint ami nekem van, de 25-ös szint, és alig kell a 25-ös szint, ez hülye vagy. Hú, van annyi pénz, hogy én ezt megvegyünk. Ez annyira nem jó. Tehát valamit még csinálunk, hogy meg legyen a 25-ös szint. Nincs mese. Ezek nem lehet nincsen, izé. Hát ilyenek, vagy egy Bumblebee, egy vasznak, vagy egy izének jobban örülnék. Mindig ez a vaszpa legjobb szerintem. Főnk, ez a szétálló szárnyai vannak, na mindegy. De még megtartottam mind a három fegyveremet. Szóval... Vesna Mining. A francba! Nézzük a térképen is, ahol van közel van küldetés. Az a Ripsin Space. Az is Ripsin Space. Ez High Risk Area.
Az olyan annyira a végjáték már, hogy nem nagyon van mit csinálni. Jó, ott vagyunk most, az az érző az. Nem tudom, megpróbálunk valahova még menni. Meg azt a hajót szétlőni nagyon gyorsan. Ott közelébe se járt a bolygónak a izé, de már obstacle. Szóval úgyis arra fele kell majd mennünk. De hát ha egy ilyen unknown szignál, amivel beugrunk, az hát ha ad annyi XP-t, hogy meglöjjük az 25-öt. Na, enemy base, hátha. Az hátha elég lesz ahhoz, hogy szintet lépjünk. És meg is van szintépés valami az első hajó után. Új, és akkor Edennek is van egy új skill, de csak akkor tudok ki, aztán leszállok. Ajaj. Kell egyik se. Ó, azt az okárok leszették a izét. Hú, de akkor vajon mit akartam? Ezt akartam kicserélni. A pillanatban. Nem néztem, hogy ennek a... Mi az ultra képesség ennek a hajónak? Erre beállni, hallod így a hangár kijárata. Hallod a drón. Mi valami? Bázison. Üzemanyagtartály. Mi energia coil. Csavó lőtor, hogy miért nem lőnek innen, nem értem. Ennek volt még több része is. Nem, csak ennyi van. Ah, csak két fuel tank van, oké. Okay.
Most lőnek armorba, hallod? Csapán is menne a nagyobb csatába. Megvártam, hogy lejár a pajzs, bazd meg! Ki lő még rá? Ja, okkár! Az okkárjáról is lőtte rendesen. Na, akkor megvan az örömünk, megvan a 25-ös szint. Akkor nem megyünk el oda a világ végére. Nem, azt sem vállaljuk el. Ha nem megyünk a Vesna bánya kolóniára. A... nem Kajit, milyen? Hogy hívják azt a rendszert? Zarkov! A Zarkov rendszerbe. I have received a GNB general broadcast. More bad news on the arms race in the DMZ? Essentially, yes. Megint megemelkedett a szintje mindenkinek. Nagyon jó, hát a szokásos. Ja, és le kell szállni, jaj Istenem, hogy meg tudjam ezt csinálni. Ja nem, most ki tudom választani? Na várjunk, nézzük, mi van. Ez jó. Visszaveri 30%-át a damage-nek, a bejövő damage-nek a támadóra. Ez hülyesség, tehát lelassított ellenfeleknél 50%-kal nagyobb a critical hit chance. Hát nem. Ez az 5 másodpercenként, nem, az első, egyértelműen az első. Többi hülyeség. És nem tudunk egyiket sem. Látom, hogy ezt fejleszteni? Nem, akkor szétszedjük. Szóval megpróbáljuk a végküldetést. Most sem van meg addig sehol. Egy szinten magasabb a tír, hát majd kiderül, de nem akarnám, hogy most ennyi maradjon a következő streamre, hogy egy ilyen 10 perces szétkirkodás azt vége a játéknak. Úgyhogy inkább neki futunk. Aztán ha nagyon szenvedek, akkor meghagyom jövő következő streamre. Jövő hétre. Nagyon szenvedős lesz. Menjünk a... Hű!
prototípával. Ha, vegyünk fel mindent, a CC-t, ami nem kell, mindjárt nézzük mik. Az minden 26-os szintű. Akkor mindegy. Ki az Isten tesz mindig oda azt az ágyút? Na nézzük, végjáték! Persze nem hagynak békén. Sőt, egy rohadt mesterlővé drón is van. Aha. Ó, oh, már meg redeemerek. De fiam, azok egy kis nyugdíj. Esküszöm, ezt használni kéne, amikor a nagy csata lesz. Ha, nem, hagyjuk. Menjünk a nagyba, menjünk a végső küldetésünkre. Vesna Mining Colony. Aztán YouTube-on kommentbe írjátok meg, hogy szeretnétek-e még látni belőle többet, mert én biztos fogok játszani. Mert szerintem a fel nem fedezett helyekre visszamegyek, meg... Damn, a welcoming committee. Looks like Marina Vint got here first. There's no way we could have concealed an operation this big. Hey. She's taking a hell of a lot of fire. Marie, how are you holding up? Hogy már támadják a Flying Duchess-t. Brutal beating, to be honest. I brought them out of their nest for you, at least. Everyone, úgyhogy most megyünk, azt nekiállunk ölni már itt kint. De ez még... még csak kint a bolygón kívül. Na megjött egy derillék is, két hónak az emberei. He's been drawing up blueprints for a new casino for this place already. Well, you can talk to Shaw about that later. So, your uncle sent you in his place? Yep, said a little battle experience would put some hair on my chest. Azt mondja, a Kato őt küldte, hogy legyen valami éles tapasztalata is, ne csak szépbe üljön folyton. Remélem legalább a Flying Duchess-ra majd le lehet szállni. Rakétákat kell tölteni, meg ilyesmi. Our mission shall be vindicated by posterity.
sentiment, we are doing the right thing, and I believe we shall succeed. I wish every day in the DMZ was like this. Oh, there you go. What the Horak said. Sounds like all you guys have the right spirit. Elekka is élvezi a helyzetet, azt mondja. Nem nehéz őket leszedni, csak sokan vannak. Mondom én, azt erre nyert. Hát, kifogyik az áram. Próbálják elérni a bányászokat a felszínen, ugye, hogy őket is magunk mellé állítsuk, de blokkolnak a rádiófrekvenciák. Szerintem, hogy nem látják. A nagy csatát a fejük fölött, tehát kinézik az ablakon azt. Annyian vannak, hát le tudjuk ezeket valaha szedni. Ha egyszer elérjük a felszínt. A hacker kérdezte, hogy nem-e tud valamit csinálni a rádiójellel. Ha mindjárt nekem is annyi hallod. Hát, Daryl is le akar lépni, az mondja. De nem engedte neki. Nem tudom, mi a francot kéne, mert ezek nem úgy tűnik, mint a fogynának. Ja, hol van a koalíció? Tényleg, Elek? Az most addig várunk, amíg meg nem érjük a koalíció a nagy drónhajóval. Elitosztagosok nem tudom hányszor meghaltak már. No, már én is meghalok, mert is több vizém. Bassza meg, tudok kraftolni így menet közben. Hol vannak a konzumavel? Jó van, tudom. Nem sokat.
Ouch. Na jó, gondoltam, nem lesz ennyire egyszerű, de... De azért ez sok. Ezt meddig kell még életben maradni, meg gyilkolni a végtelen őszpónuló jobb-újabb hajókat. Damn, a welcoming committee. Looks like... Van ez hát a pajzsom, meg a... melyik vajon a 7-es gomb az egeremben? Melyikre raktam melyik számot? Egy pillanat, meg kell néznem. Öt, hat, hét. Aha, oké, okay. Jó van. Próbálom megjegyezni. How's everyone doing? Give me status. Our mission shall be vindicated by posterity. To echo our Okar friend's sentiment, we are doing the right thing, and I believe we shall succeed. I wish every day in the DMZ was like this. Yeah, what the Horak said. Sounds like all you guys have the right spirit. Mindenki kurvára örül és nagyon jó van. Csak épp olyan sokan vannak, hogy meghal. Nem mondod! Hallod? Faszom, idióta. Még ilyen jó ötletek. Shaw, can you get through to the miners on the surface? All GNB channels are blocked. I'm certain that seeing me here among you was given Blake more problems for concern. Tudok javítani. Nem tudok javítani. Blake most certainly has their absolute devotion. Any idea how he could have achieved that? There is speculation that they've each been offered a personal slice of the DMZ. It would seem that they couldn't withstand the temptation and lost all moral direction. Basszus, és ennyi volt, 3 nanobot, hát nem igaz. És nem fogok tudni csinálni, csak még 2, ennyi az összes. És több szupragélem. A persze, hogy? Nekem se úgy tűnik amúgy, de nem tudom mit mondanám. Ja, elit harcos hajóval nem lehetne mennünk. Thank you.
hogy a francba lesz itt javítás? De igen, mondta Lacey, hogy ő, a Dutchies azért mehet el, mert neki semmi előnye nincs ebből a harcból, viszont veszít erősen. És Daryl meg azért nem mehet el, mert őnek, ő egyike azoknak, akik ugye nyernek ezen az egészen. Hogy? Eltűntek? Rakétám nem működik, szerelni kéne, de hol a francba? Ez vicces lesz. Szerintem Ghost régen volt akkor a harcba. Ó, pedig, nem igaz, a rakétáim meg vannak sérülve, nem tudom kijavítani őket. És akkor most menjünk le a felszínre, ott mert még ki tudja, mi vár ránk. Koalíció, mert még ide se ért. Hát ez Tarinnak a hajója, az a nagy böhöm, de a koalíció nélkül nincs elég tűzerőnk. A base defense, ilyen vagy? My carrier might be grounded, but it will be operational very soon. And in the meantime, az a nagy hajó, ugye, ami az le van szállva, de le van, nem is értem, zuhant, szállt, whatever. De azok a nagy böhöm ágyuk. Na, megjött a koalíció. I told ya. Deploying drones against surface installations. És drónokat lőnek, nagyon jó. Join me in securing the area around the control tower. Everyone else, support the coalition in their quadrant. Tehát mi támadjuk a vezérlőtornyot. Mindenki más meg az összes földi létező mindenséget. Úristen, hát... Commissioner's cruiser? Yeah. They must have cracked the codes for commandeering it. Worrying, but we got more immediate problems right now. Úristen. Lézerrel lőnek. Mit lehet megravadni rajta? Ja, az energy core. Um.
Kettő van, két oldalt. Dízelnek annyi. Ez már a nagy csata. Sőt, már a második lépés, mert már leszálltunk a bolygóra. Okay, még egy szét nyíra. Egyébként az nem is tűnik olyan vészesen, mint az előbb, ami a levegőben volt, az sokkal durvább volt. Ha nincs is mit lőni, szinte. Most mind a három izét szétlőttem, amikor védettem, az jól lent van a pék a segge alatt. Igen, akkor ez mit? Kik veszítenek túl sok egységet? Hogy itt ez mi? Jó, itt van még egy lézer, ha? Jó van. Még mindig van egy lőszi, ilyen pányasztéter.
No, végre. Most show! Tiszta, aki a GMB-nél volt, beszél a bányászokkal és megpróbálja őket fellázítani. Hogy a GMB ugye totál el van szállva, de és nem az egész GMB, csak a főnök. És próbál azzal, amit csinálnak, azzal a okkárokkal békét fogják kockáztatni, és az egész TMZ-t újra háborúba taszítani. És le is állnak a bányászok. Na végre! Shaw, your voice of reason is what they needed to hear. It was your authority that cracked it. Can we get word through to keep the commissioner safe? I'm presently in dialogue with a group of foremen, and this has already been conveyed. Okay, szóval néhány lázadóval már is kapcsolatban van, és kiszabadítják Hawkeyt. De közben Blake Moore bekapcsolta az ő hajóján, amit áll. Ezt a van egy lézert, és mit lőtt ki vele? We need to act fast. We could cut off the power supply to take it offline. I'll mark the locations of power units you need to knock out. Okay, szóval ma megint energiát kell megszakítanunk. Szóval megszakítjuk a odavezető áramot, akkor le fog állni. És Temi még mindig ott van benne a bázison, Jézus. Better stay undercover and only move in between sniper shots. Tareen, get ready and wait for my signal. As soon as the turret is disabled, land on the platform close to the tower and infiltrate the control room. You can count on me, Adam. Tehát úgy kell menjünk, hogy az a szar ne tudjon eltalálni. You and your associates are finished. Roslin is already on his way to the comet. It will be blasted into a million pieces across its course, creating a sparkling field of viridium for the plucking. How is he? The commissioner's cruiser. Precisely. It left long before you arrived, brimming with mining torpedoes. Scrap, we need to act fast. On to the next one. Hát jó szerte szét vannak. Jeez, ezt már tudtam csinálni, vagy nem? Megcsináltuk. Áucs, de jól megsültünk. Azt látom, hogy honnan lő, ez olyan kurva fosán, mint olyan szar az egész. És persze senki nem csinálhatja, csak én. Én egyedül, mind a 8 pontra. Tehát még egy hajót nem lehet elküldeni, hogy valaki segítsen. Nagyszerű. Okay, I better stay undercover and only move in between sniper shots. Tareen, get ready and wait for my signal. As soon as the turret is disabled, land on the platform close to the tower and infiltrate the control room. You can count on me, Adam. On to the next one. You and your associates are finished. Roslin is already on his way to the comet. És ráadásul most mondja ez a csávó, ugye Blake Moore, hogy ez az egész, amit itt csinálunk, az tök fölösleges, meg hiába való. Mert a klónom, a másik Eden már rég útban van az aszteroidához. Ugye, amit a Commissioner Hawkeynak a hajójával, ami itt maradt, azzal ugye ő már rég elindult, még mielőtt mi ide értünk. Úristen, csak nagyon koncentrálni kell a levezetésre most.
és hogy az egész, amit csinálunk, szinte semmit nem fog érni. Bányász drónokkal megy. Bányász drónokat vittek a hajón, és... Ouch. Nem! Miért nem vette be? Hopp, eltűnt a hajó egyből. We secured the control room. No signs of Blakemore. The rat must have left the sinking ship. We could turn off the turret now, or use it to our advantage. Ja, használjuk. Do you register any life forms on the carrier? The carrier appears to be unmanned. A carrieren nincsen senki. This will be the last nail in the coffin for Blakemore. És azt mondja... With pleasure. De miért robbantják fel a helyet, hogy használnák azt, hogy meg abba beszáll mindenki, és azzal... Na mindegy. Oda menne az aszteroidához. Még úgy sem tud repülni, szóval... Huge spike in electrical activity under the control tower. Na ott jön már Blakemore. Na milyen hajója lesz annak is, úristen. Persze megint én megyek egyedül, Eden megy, és Eden egyedül fog harcolni. És pajzsot húz fölém, hogy másnál ne jöjjön be, csak én legyek itt egyedül. Oké. Nagyon jó, már meg vannak jelölve, hogy hol kell lőni. És a rakétáim nem működnek. Mármint a nem célkövető rakéták. Most persze, nézzel mekkora az a gép, meg az én hajó mekkora. Azt én nekem kell kinyírni azt a nagy baszott köcsögöt. Hol az a hülyekkel, miért nem törik fel azt irányítja távolról? Milyen fegyver lesz rajta, és hányszor fogok meghalni? De, megjavult! Jesus! Attention! Missiles were deployed. Ha! Nem mondod. Komolyan bányászni való cuci. Minek? Úgy meghalok, mint a szar. Azt mondja immun. A hülye vagy bazzeg, az a legnagyobb sebzési fegyverem, azt immun is rá. Ó, bassz. Ez agyhalál lesz. Pedig abban volt minden reményem, megsorjázom rakétával, de hány élete van? Az beszél már arról. Lehet, hogy bennem aggódik, de én igen, bazdmeg.
bennem a kódot, hanem edem. Érted, és szól! Szól, amikor már... Már jönnek a rakéták, és már vannak rám. Háj, fogd be, bazd meg, okos kocid. Ne lőjek egyfolytában, mert kimerülnek az elemek. Hát bazd meg, észrevettem, meg szarrá lőtt már háromszor, szóval. Itt lesz az, hogy letekerem a nehézséget. De nagyon gyorsan, ezt az életben nem nyírom ki máshogy. De, mi a kutyám, fenn, fasz meg, ezt nem éljük túl. Whatever you do is ultimately futile. The comet will be mine. Not on my watch, Blakemore. Attention, missiles were deployed. Lassító drón, bazd meg! Áááá, nekünk annyi! Na, mi? Most miért kell animációba az, ami nem halt meg teljesen? Én láttam, hogy nem halt meg az összes élete. Leválasztódik a fele és átalakul a üci űrhajóvá. Gondoltam, bazd meg. Ha hülye vagy. Tehát azt akarja, hogy ráemlékezzenek. Engedélyezte. Ez nem jött be. Hát még élek. Ha túlélem inkább, akkor csatlakozom, hülye vagy. What is that? A dud? Can't trust these overpaid engineers. They're begging for a pay cut. Jeez, mi történik?
Mit? Mit használunk? Mire? Hülye vagy? Milyen előnyünkre használnánk, és mi az Isten faszát? Ugye ezt ilyen drónokkal csinálja? És a drónt kell elkapjam, és alá... Aha, kurva anyát, bazd meg, Jenti. Mi az az őrt parrelbom? Vá, mi? Az Isten rakéták már megint. Lánt, rakéta, van itt minden bazd meg a rohadt égben. Meg még lő is. Megint jönnek a rakéták, azt hallom, de hogy honnan? Amiket így dobál, ezt el kéne kapni. Sebez ez rajta valamit? Láttam, hogy hol volt, de mégsem. Hova esett? Már mindegy. Alig van élete, bazd meg! Remélem az utolsó. Ó, bassza. Na, még ebből is átalakul valami szarra. Ben, any development on the wormhole front? Affirmative, we're in business. I'm already in the air in the elite vessel and ready to open a wormhole to within the vicinity of the cruiser so we can head it off. Only problem being that I can open a passage for just two craft. Szóval mi ketten tudunk menni. I suppose. Nothing bigger. If we can't handle it, no one can. És most megyünk ki, és meg kell öljük a másik Eden Roslint. Ő az utolsó. Úgyhogy közben egy ilyen nagy aszteroida körül mászkál, gondolom. Na ott az aszteroida. Vagyis a... Ja, de mekkora hajóval van tehát? Ott vannak már a pányász drónok. Pányász torpedók.
chance of reasoning with this guy? You should know him better than anyone else. Reasoning with him? Hülye vagy, hogy beszélném le? So listen up. Blakemore is dead. But I guess you already know. Azért megpróbálja. Mondja, hogy Blakemore halott. If I can care about the fate of the DMZ and its inhabitants, I know you can too. És hogyha ő a érdek, tehát hogyha mi, mint Adam érdekünkben van, hogy megvédjük a univerzumot, akkor ő is biztos ér. Valahol mélyen gondol ilyeneken. És azt mondja, higgyen nekünk, hogy mi mindig van esély a megváltásra. Dokkolni akar. Overclock the engines again. As you wish. Overclocking engines. Disabling devices. So minden eszköz le, és... I never imagined it would come down to this. Just us two Roslin clones remaining. Of course it had to. The cosmos is cruel. You're free from Blakemore now. There's no need to be so fatalistic. This is the only path remaining. The DMZ needs to change. And I'm going to be the one to alter the face of this cursed place. Man, that cruiser shields are way too strong. My weapons hardly do any damage. Just keep at it. I can't give up now. Ben, I think he's out of his senses. Not sure reasoning is gonna work. He sounds more than a little derailed, all right. He took a massive hit from an asteroid. Shields are down. This is our chance. Scrap, shields are up again. Ouch! Ez kurva jó lesz, így megint. Pedig nem vettem vissza a nehézséget, nem tudom, néha magától visszaugrik. Na, no, már jó hosszúra alakul ez a... I never imagined it would come down to this. Just us two Roslin clones remaining. Of course it had to. The cosmos is cruel. You're free from Blakemore now. There's no need to be so fatalistic. This is the only path remaining. The DMZ needs to change, and I'm going to be the one to alter the face of this cursed place. Mondja, hogy hát a DMZ-nek meg kell változni, és ő az egyetlen, aki ezt a változást elhozhatja. Just keep at it. Can't give up now. Ben, I think he's out of his senses. Not sure reasoning is gonna work. He sounds more than a little derailed, all right. He took a massive hit from an asteroid. Shields are down. This is our chance. Ja, az is ki van kapcsolva, nem tudom, bekapcsolva a rakétát, hárított, nagyon jó. A faszom, basz meg. De még mindig jön a rakéta rám. Még printjeg a háttérbe. Mi vagyunk a két utolsó Roslin. You're free from Blakemore now. There's no need to be so fatalistic. This is the only path remaining. The DMZ needs hogy nem kéne már semmit se csináltat mostan. Nem kell azt csinálni, amit Blakemore mond, mert Blakemore halott. Szia, túl erős a baj, és hát én leszettem az elég az egész pajzsát. Tudod, én is kaptam valami kurva nagy damage-et valamitől. Ouch. És nincs is több, a faszom, meghaltunk. Faszom, nem tudom. Nem tudom olyan gyorsan kilőni a két rakétát, hogy míg odaérnek hozzám. Beszarás. És a rakétahárító szétmény nem lehet bekapcsolni a képességet, mert ugye, hogy folyamatos boost legyen. Azért letiltott a Hive-val eszközöket. Bum, már egy két rakéta megint. The DMZ needs to change, and I'm going to be the one to alter the face of this cursed place.
Azt mondtam, kell nekem most nyomni a tabot. A tabot? Ben, I think he's out of his senses. Not sure reasoning is gonna work. He sounds more than a little derailed, all right. Most tudjuk lőni. Bassz meg az Istent! Oké, okay, vegyük le very easy-re, mert ez így abszolút. Kurva anyját a játéknak, hogy olyan nehéz le kell csinálni, hogy sehogy nem lehessen megcsinálni. Mi a fuck logic van? Very easy. I never imagined it would come down to this. Just us two Roslin clones remaining. Of course it had to. The cosmos is cruel. Az egyiket talán le tudtam szedni. De elnyomom most a szerelést és beteszem, mert akkor a legközelebb mire kell, akkor működni fog. The DMZ needs to change. And I'm going to be the one to alter the face of this cursed place. Oké, szóval nem kell nyomni a shiftet, jó bír. Man, the cruiser shields are way too strong. My weapons hardly do any damage. Just keep at it. We can't give up now. Ben, I think he's out of his senses. Not sure reasoning is gonna work. Hát biztos, hogy nem fog működni a... leveszélni ezt az idiótát. És annyi volt. Csak meg kell várnunk, hogy megint neki megy egy aszteroidának. Megint! Let's steal some heavy damage. Thrusters down. Prepare for boarding. Okay, I'm going in. I need to reach the bridge to abort the torpedoes. Right behind you. You know he's gonna try. Szóval be kell, most bedokkolunk. Leszállunk a hajóra és felrobbantjuk a torpedókat, még mielőtt bejönnének a rohadt az üstökösre. A szent üstökösre. És persze, hogy ittjátok ki? He's barricaded himself in. Didn't get these upgrades for nothing. Ó, oh, az igen, Benna. Ezermester, tényleg. Szó szerint. Okay, on 3, 2, 1. Elkezdenek lőni és bejönt. Eden bevászott. Ezt is lezárta. Hát az nem lesz nehéz megoldás. Ó, basz, bent már megint lelőtték. A TNS-re kell, rá kell tegye Adam a kezét. Valamelyik Adam a kettő közül. Mondja, hogy ő az egyetlen, akit... egyetlen akinek... I'd rather leave behind chaos than nothing. You chose the wrong side. I should never have given you the chance. Az egyetlen, akit megkímélt, mióta itt vannak, meg harcolnak, meg mióta kiszabadult. És hogy... Ben! Missiles will reach their target in one minute. Egy perc. Lelőtt a fülét. Stop the missiles and we can both walk out of this alive. We're long past that. Life is short enough, haven't you learned? Nem akar életben maradni a gonosz Adam. This is our last ride. The end of the Roslin line. Azt mondja, ez itt a Roslin vonal vége, hogy soha többé nem lesz több Roslin. És majd ő. Ha meddig növi még? Missiles aborted. És szét is lőtte. Was it worth dying for? Saving a bunch of jerks who'll never even know. You tell me. Megérte ezt, hogy meghalni azért, hogy megmentse az univerzumot és egy csomó embert, akit utána soha nem is ismer meg, és ők se fognák megismerni őt. És itt egy újabb emlék. Most közel vagyunk az aszteroidához, szóval azért látja ezeket a hallucinációkat Adam, mert ugye az eredeti Adam az első részben megmérgezték
hogy rákényszerítsék, hogy együttműködjön velük. És Adam úgy küszöbölte ki a mérgezést, hogy Okkar TNS-t nyomott magába. Tehát a klónjai mind félig Okkar, félig emberek. Vagy részben Okkarok. Na ez mi volt ez a nagy boom? Na, szerintem visszajöttünk, hogy a saját bázisunk lesz. Na, hogy életben maradt? Miért nem maradt volna életben? Kell a harmadik rész. A bit sore, but fine. What's this doing here? Some token of the commissioner's appreciation. Az mit keres itt a szemét? Tell me she's been good on her word. Oh yes, like a fairy godmother. The fleet won't touch us now, and the borders are open. A fleet most a flotta nem bánt minket, és a határok szabadok. Végre el lehet hagyni a DMZ-t, ha ki el akarja hagyni. Amit Adriának jó hír, mert ő ezt akarta, de Adam... There is something you should know. Jó, van még valami, amit tudnia kell. És hogy elég sok... It was very fortunate that there was a match on the army. Otherwise, több élet fontosságú szervét is találat érte Adamnek, és szervátültetést kellett csinálni ahhoz, hogy életben maradhasson, és nagyon nagy szerencse volt, hogy volt egy kompatibilis hulla mellette a klónja, a másik Adam. És az ő szerveit vették ki, és azzal mentették meg őt. Hogy mind a két edemet elhozták a hajóról, gondolom akkor. Igen, mert fejbe lőtték, tehát annak a többi szerve még jó volt. Hát ez jó vicc. Jó vicc volt a végére. És ahogy látom, hogy ennyi volt a játék. Tehát lett volna az eredeti játékban utóbb még egy naprendszer, de azt ígérték a készítők, hogy azt majd még egy külön DLC, hogy valamivel beleteszik. Illetve én láttam egy térképet, amin azért a... ennél a 8 naprendszeren kívül még volt külsőleg, vagy 4-5, ami így kapcsolódott. Azokkal nem tudom, hogy lehet oda menni. Vagy azok csak olyan ideiglenesek voltak, vagy azok is majd későbbi DLC-k. De ezek után még simán jöhet egy harmadik része a játéknak, egy Everspace 3. Mert ugye Adam életben maradt, ő mondta már a játék során is, hogy annyira megszerette már itt a DMZ-be az életet, meg csak ezt ismeri, meg egész életét itt töltötte, meg több száz életet töltött itt, hogy nem akar elmenni. Köszi. Mondjuk le kellett venni Barry Easy-re, hogy végig tudja vinni, de nem baj. Ez az utolsó, ez nem volt egyszerű. Úgyhogy szerintem biztos lesz folytatás, mert egyedül Delia volt az egyetlen, aki ki akart menni a DMZ-ből, ebbe a demilitarizált zónából. És mindenki más maradni akart, tehát senki nem mondta, hogy jó, menjünk. Dex akart még kijutni, meg Maddox, de ők mind a ketten meghaltak, tehát... többiek szerintem mindenki már hozzászokott az ottani élethez, és itt akarnak maradni, és nem akarnak elmenni, ugyanúgy, ahogy Adam. Kíváncsi leszek, hogy lesz-e valami DLC-ben valami sztori tovább, valami további történet, valami side story, vagy valami, illetve hogy lesz-e harmadik rész. De örülök, hogy megváltoztatták a formátumát a játéknak, hogy az első rész az ilyen szó stílus volt, hogy mindig csak akkor tudtunk fejleszteni, amikor meghaltunk. Ez szerintem így jobb, és jobb, hogy így sztori alapú a játék. Mindenesetre nekem nagyon tetszik, tehát egyik kedvenc játékom lett az Everspace, egy is, meg a kettő is, annak ellenére, hogy teljesen más a két játék. Most ennyi ember volt a játékban? Ennyi beszélő ember, akinek hangja van. Jézus.
És biztos, hogy még fogok játszani az Ever Space 2-vel is, ugye van még a szkennelős küldetést, azt meg fogom csinálni, az biztos. Illetve valószínűleg vissza fogok menni, ahol ilyen ős épületek voltak, és meg kellett fejteni, és nem csináltam meg azokat, valószínűleg vissza fogok menni, megcsinálom. Úgyhogy, ha kíváncsi vagytok rá, hogy hogy csinálom, hogy mit csinálok, írjátok a YouTube-on kommentbe, hogy csináljak-e róla videót, vagy ne. Legyen arról is stream, vagy ne legyen stream. Ahogy tovább játszok és próbálom megcsinálni a ős épületeket. Illetve a szkennelős küldetésre kíváncsi vagyok, hogy mit lehet kapni a végén, bár valószínűleg csak valami vagy legendás fegyvert, vagy nem. Hát nem tudom, hogy van-e olyan, aki nézi, akit érdekel a játék. Ha van, akkor majd ők megírják. Én tudom, hogy téged nem. De azért jó volt a sztori. Most mondd azt, hogy nem volt jó. És Unreal 4. És még a 4-es Unreal Engine-nel csinálták. Ja, hát mikor elkezdték már, vagy 2 éve? 2 éve jött ki a béta. 21-ben, igen. 21-ben jött ki a béta, és akkor lehetett már játszani, és mondom, addig a pontig lehetett játszani, amíg a flotta Hawkey Commissioner megjelent a bázis előtt. Addig a pontig el lehetett menni a bétába. És az azért a sztori jó egyharmada, egynegyede. Meg 2 naprendszer ugye a... mi volt a Cito van, nem tudom annak a rendszer. Ja, Cito volt a rendszer. Igen, Cito naprendszer meg a Union rendszer. Úgyhogy már a demóba be lehetett menni a Union rendszerbe meg a... Preston bázisba. Na nézzük, vannak magyar nevek. A legtöbb játékban szoktak lenni, bocsánat. Mert utómunkákat, meg grafikai munkákat szoktak végezni ilyen kisebb 3D-s cégek, magyarok. De amúgy filmekben érdekes, amikor nézem a tévésorozatokat Netflixen, és magyar stúdióba forgatták az egész sorozatot, azt az egész stáb magyar. Na, tessék már, ott van egy Attila Hetei. Ben Ezebi HP, milyen neve? De gondolom a tesztelők, vagy nem tudom kik lehetnek, akiknek ilyen nick neveik vannak csak. Azaz egy magyar van. Látok többet. Captain Maxwell 7. Szóval jó játék minden esetre, mondom, én nekem kedvencem lett. Az első részt is annó nagyon élveztem. Az volt az egyetlen Souls stílusú játék, amivel játszottam, a Ever Space 1. És tetszett, mert azért próbáltam mást is, de egyik se tetszett. Az Ever Space 1 volt az első, ami tetszett. Pedig volt olyan, ami sci-fi jellegű, de mégsem jött be, mint. Van ez így. Ott egy Pop Daniel. Még a vizem is felmelegedett, olyan meleg van a szobában. Nem tudom, mi lesz nyáron. Hogy tavaly, mikor augusztusban kezdtem streamelni. Ventilátor. Minden esetre a feliratot végigvárjuk, az mindenképp. És akkor az a terv a továbbiakban, hogy ugye vasárnap játszok a horrorra a
scars above. Hát tudom, én azért akartam, tehát eleve azért kezdtem a streamelést. Mert elég sok játék volt, például az Everspace 1-et is elkezdtem játszani nagyon sokszor. Jó, hogy azt tetszik, hogy végén gondolom a végén a sztorit. Hát például az Everspace 1-et, amikor játszottam, mondod, tehát volt így, hogy elkezdtem játszani csomó játékot és félbehagytam. És nem vittem őket teljesen végig, és azért is akartam elkezdeni streamelni. Hogy ezzel is magamat kényszerítem arra, hogy végig játszam, mert hogyha a nézők nézni akarják végig, akkor csak szólják, hogy bazd meg, vidd már végig. Ne hagyd már a felénél abba. És ezt meg amúgy a izéktől, VR-éktől loptam el. Úgymond, tehát ők is hasonlóan szokták, hogy végig játssz a játékot, és akkor végig nézik a feliratot, és közben végig beszélik, hogy milyen volt a játék, mennyire tetszett nekik. Mi volt benne jó, mi nem volt jó. Ezek a nehézségi szintek, tehát én nem tudom. Az a pont, hogy csak a, ha csak a főküldetéseket csináltuk volna a játékba, még ekkor, vagy ennyi szinten se lett volna. És ezért akartam elkezdeni a utolsó küldetést úgy, hogy 26 van kiírva, hogy annyi szint kell hozzá, én meg 24 vagyok. Mert még nehezebb lett volna megcsinálni. Tehát a főküldetést úgy, hogy ne kelljen levenni a szintet, úgy kellett volna elkezdeni, hogy minimum 26-27-es szintű legyek, és az összes fegyverem is 26-os szintű legyen. Tehát teljesen új fegyvereket kellett volna szerezni vagy craftolni. És nem csak a fegyvereket, hanem a teljes felszerelés, pajzsot, mindent. Akkor meg tudtam volna valószínűleg úgy, hogy ne kelljen levenni a nehézségi szintet, de ezt nem tudjuk elérni úgy, hogy csak a főküldetést csináljuk. Tehát én csináltam egy csomó mellékküldetést, és még így sem volt elég a szintem. És a játékban max szint 30. Hopp, egy nagy Krisztián közben. Tehát a játékban max szint az 30-as a játékos részéről. Tehát eden max 30-as szintig lehet fel, azt hiszem. Legalábbis 30-nál kapjuk az utolsó ilyen perket. Tehát 30-ig kimaxolni, kihozni az összes perket, kimaxolni a segítőinknek a perkjeit, és úgy elkezdeni a küldetést, valószínűleg könnyebb lett volna. De az még vagy 2-3 stream, minimum 2 stream lett volna még. És már így is azért ez 16. rész, 15. Nem is tudom, van ennél hosszabb streamen, talán angolul. Az angolban talán van olyan, amelyik hosszabb, de... Nem tudom, hol van... Shiny-en kíváncsi vagyok. Megnézem a playlistákat, és akkor ott látszik egyből, hogy melyik hány epizód. Na, a YouTube felületét modernítették egy fokkal, mostán a content alatt van a playlista is, és nem új ablakban nyílik meg, mint ahogy eddig, szóval. Hát a Dying Light is csak 12 volt, de azt nem fejeztem be. Midnight Protocol 9. Plague Tale, Death Stranding volt még 16, tényleg az volt, ami hosszú volt. Az angol csatornán a Death Stranding. Az igen, Reinka. Reinkarnaut. Félig civil, mert nem tudom, milyen betűk vannak, ilyen jelek vannak a nevében. De jó sokan dolgoztak ezen a játékon, és egyébként jól csinálták a fejlesztők, mert ugye, mondom, tehát már 21-ben kijött a demo.
ami ilyen beta/demo verzió volt, és ugye ott lehetett bárkinek tesztelni. Víg Sándor, közben még egy magyar, meg egy Hegedűs Sándor, Gellér Sándor. Tehát lehetett tesztelni, és szerintem a Discord csatornáikon vártak, meg kaptak is nagyon sok visszajelzést. Úgyhogy tényleg úgy csinálták, hogy ment fejlesztés még 2 évig, úgyhogy folyamatosan jött a visszajelzés, ugye az év alatt, sőt az már a vírus után volt, mert 21-ben jött ki. És tényleg normálisan megcsinálták. Tehát... Ilyen jó van, hogy azért az első, ahhoz képest, hogy az első részben 8 darab pálya volt és ennyi, és mind ilyen, nem 8 pálya, mert 8 szint volt, szintenként 4-5 pálya, de azok random generáltak voltak. Egyébként az elsővel is még játszok mindig offline, mert nem vittem végig a karaktereknek a sztoriait. Sőt, igazából az egészet nem vittük végig, tehát nem mentem el a 8-as szintig. Na, egyszer sikerül egy 8-as szintig eljutnom. Azt hogy streamelem? Ha sikerül, a szintre felfedeztem a hajót, hogy el tudok menni bármikor a 8. szintig. Majd direkt meghalok mindig. És akkor egyszer csinálok egy streamet, amiből 1-től 8-ig végig. Amúgy is van egy olyan Steam achievement, hogy 1-től 8-as szintig egy vagy 2 óra alatt. Csinálok egy streamet, ami megpróbál megcsinálni azt az achievementet. Igen, és látsz, 2015-ben kezdték el a játék fejlesztését. Vagy az első rész jött ki 15-ben, nem emlékszem már. Nekem úgy tűnt, mint az első jött volna ki 15-ben, és 17-ben kezdték el ezt. És 21-ben jött ki a beta, a demo. És onnantól kezdve lehetett tesztelni, és játszottam is vele egyből. You sure it's not too soon? Speak for yourself. És visszaülünk a pilóta székbe, és benne egyből kezdődik. Biztos, hogy majd te ebbe nem fogsz megsérülni, vagy valami. És mondja, hogy keresztében mit csinál. They won't be a problem, at least for now. Can't rest on your laurels even for a moment. És mondta rám, hogy hát még van egy csomó felfedezni való az univerzumba, és még lehetne menni, és most a GMV nem fog problémát okozni, hogy Shaw a vezetője. I have been studying the ancient rifts. Na, és Kálának is van híre, hogy tudományozta a rifteket, és most már sokkal stabilabb lesz, úgyhogy lehet, hogy meg tudja találni az utat haza. Yes, Clico, to Ulang Thredorka. Ulang Thredorkába. Stabilized by fine tuning with the concentrated ancient energy remains gathered from the ancient controlled vessels. Az igen, tehát olyan energiákkal sikerült stabilizálni, amit azok a hülye izék használtak. If you use them with bypass, we will have more control over the ancient rifts. Yes. És az ancient riftekbe kell most már majd menni, és ott kell kalandozni. Na, az is szuper lesz amúgy. By the way, Kala, I should compliment you on your language skills. Yes, Eduardo was a good teacher, Clico. És Eduardo tanította meg beszélni, az igen. I would be very glad. És mondta rám, hogy ha majd lesz rá esély, akkor beszélhetne a szülőbolygójáról. Hú, köszönjük szépen, játék! Most már lehet játszani Nightmare Difficulty-n. Repair, restock. És hogy váltottam hirtelen hajót? 2 gombot nyomtam. Van egy... Nem jó gomb. Van egy Griffon, egy Raptor, egy Thunderbolt és egy Hulk. Csak jó, hogy nem a Thunderboltot vettem meg, mert olyan van. A rookie hajónk volt Thunderbolt.
És még mindig van olyan blueprint, amit nem szereztünk meg, hihetetlen. Modul is. Úgyhogy ez ennyi mára. Azért csinálok egy manuál szívet. És ahogy mondtam, írjátok be kommentbe, szeretnétek többet látni a játékból vagy nem. Én biztos, hogy fogok még vele játszani. Igen, billentyű egérrel. Kontrollerrel próbáltam annó játszani, de nem az igazi. Az a baj, hogy nem tudsz olyan pontossággal célozni. És nem igazán jött be. Nagyon sokszor, amikor a bázison a tureteket meg egyéb dolgokat kellett lőni, nagyon kellett pontosan célozni, és az nem ment joypaddal. Úgyhogy kellett a billentyű egér. De ezt szerintem az elején elmondtam. Na mindegy. Mindenesetre jó hét. Én leléptem, és akkor jövök következőnek vasárnap a Above Scars horror játékkal. Jövő héten kedden pedig a Hogwarts Legacy-vel így droppokkal együtt. Hello, jó hét neked is. És mindenkit várunk legközelebb is. És ne felejtsetek el követni YouTube-on és Twitch-en. Twitch-en még mindig nagyon kevés követőm van. És ahogy mondtam, várunk mindenkit a következő videóban. Sziasztok!